Ahogy iménti beszélgetésünkben tettük, a járókelőket is arról kérdeztük, mit jelent a húsvét, hogyan készülnek az ünnepekre. Nézzük a válaszokat. Hogyan tetszik készülni az ünnepekre? Hát én csak mint szokott, meg csak egyedül vagyok, úgyhogy most nem gyűnök a család, sajnos csak magam leszek. Addig minden éven csak volt a család, gyűjtek, szépen megvoltunk minden, de hát most, ugye ma, most ebben akkor nem lehet összegyűni, mert hát ha összegyűvünk, akkor szép családról vagyunk, vagy 25-en, ha mindenki együtt, de hát most sajnos nem lehet. Igen. Be kell tartani a szabályt. Sehogy. Ebben a világban. Azért sütés, főzés, ünnepi étel. Persze, hogy lesz, de hát mikor gyerekek se jöhetnek, úgyhogy nagyon nehéz. Különösebben. És akkor mi jelenti önnek, önöknek az ünnepet? Hát nem is tudjuk most ebben. Mi? Semmi. Hát most ezzel a covidos helyzetben örülünk neki, hogy otthon lehetünk. A megszokott módon, hát nem nagyon. Hárman vagyunk, és nagyon egyszerűen csak. Úgyhogy talán sütök egy kis kalácsot, ha tudok, de éppen a kezemet úgy oda törtem a kapuba, hogy lehet, hogy azt se tudok. A férjem sincs jól, úgyhogy hát így csendesen el leszünk. Sajnos nem egyszerűen a gyerekeim nem tudnak hazajönni, úgyhogy szomorú egy húsvét lesz. És milyen hagyománya van önöknél a húsvétnak? Sütés, főzés azért lesz? Igen, hát persze azért valamennyi, nem akkora mennyiségben, mint máskor, de azért valamennyi lesz sütés, főzés. Mi a legjellemző, mi a szokásos étel, a menü? Hát a reggelre a szentercsonka, a tojással, a tormával, a kalácssal, a húsvéti kalácssal, ez nem maradhat el. És akkor hát az ebéd, az meg hát a húsleves, meg mindenféle húsok mellé köretek. És mit jelent önnek a húsvét? Hát, Jézus feltámadását, amire most már egy ideje készülődünk, úgyhogy reméljük, hogy hoz egy kis jót is. Csak is szoktam enni. És a locsolkodás? Igen. És hogy történik nálatok a locsolkodás? Mesélj erről egy kicsit. Mit locsolsz meg? A lányok. Nem lesz olyan, mint ezelőtt pár évvel, sajnos ez a vírus, ez nagyon megfogja az embereket, van kis szűk körbe csak. Van két családom, napján terveztük, egy ebéd, aztán ennyi. Ekkor ilyen szép idő, akkor kimegyünk sétálni. És milyen a húsvéti menü, tervezgeti-e már? Hát, vannak már, igen, báránysült lesz. Rántott hal, mert az a fő menü nálunk. Oldalas, meg egy-két szelet rántott is, aztán ennyi. Egy kis rizsi-bizi. Még egy pici unokáimnak kell a hasább krumpli, mert azt nagyon szeretik reggel délbe este. Úgyhogy igazándiból hát ennyi lenne csak. Ajándékot nem kapnak, pénzt kapnak, mert a kislány 10 éves, az unokánk is, a szobabutóját szeretnék lecserélni nagyobbra, mert kinőtte az ágyát, kinőtte a kis butorát, és úgy gondoltuk, hogy a szülők meg a keresztő kapna a pénzt, és akkor belefektetik, ami még éppen kell, kipotolják vele, úgyhogy ennyi lesz. Szokunk csinálni egy kis kosárba, egy kis mégis a szimbólum kedvére aztán. De nem olyan a készülődés. 3-4 éve ilyenkor már a pereceket otthon megcsináltuk anyával. Most az sem. Mert hogy az emberek ugye el vannak fásulva ettől a vírustól. Hát reméljük, hogy már vége lesz. Hát gyengén szomorúan. A két barátom is most ment el. Gyerekek nem jönnek. Egyedül. Egyedül lesz a húsvét. De siófoki vagyok, majd a partra lemegyek, horgászok. Hát, hogyha halacskák jönnek újabban. És mit jelent önnek a húsvét? Hogyan szokták ünnepelni? Hát össze szoktunk ülni,
van egy nagyfiam, egy lányom, unokák, sonka, az szokott lenni tormával, tojások, ugye. Örvendeztünk, de tavaly se volt olyan, az idei meg még rosszabb. Sajnos ez van. Én hazautazok majd az otthonomból, a Kiskunfélegyházáról, és akkor adott a családi körbe. Majd remélem, hogy nem fog majd a járvány közbe szólni. És milyen hagyományok élnek a családjukban húsvétkor? Piros tojások, sonkafőzés, és ehhez hasonlók. Meg az a legfontosabb, hogy együtt legyen a család, gondolom. Igen, legalábbis most kisebb körben.